Amikor általános iskolás voltam Budapesten, rendszeresen jártak hozzánk rendhagyó magyar órát, irodalomórát tartani. Ez általában zenés irodalomóra volt, gitárral, egy-egy fúvós hangszerrel, és annyira mély nyomot hagyott bennem, hogy amikor ezt a pályázatot kiírták, ez volt az első, a leges-legelső ötlet, ami beugrott. A sok egyforma irodalom és magyar óra után valami, ami teljesen másként adta át az irodalomnak az értékeit. Ez volt a megindító ok, ami miatt úgy döntöttem, hogy egy ilyen roadshow keretén belül rendhagyó órákat tarthatnánk ének-zene területen az általános iskolákban. Nagyon hosszú időszak volt a középkor, énekelünk most nektek ebből egy dalt. Az lenne a feladatotok, hogy próbáljátok megfejteni, hogy milyen nyelven énekelünk, és ha kitaláljátok, milyen nyelven énekelünk, még azt próbáljátok meg kitalálni, hogy vajon hol énekelhették el ezt a dalt abban a korban. Többnyire először a települések polgármestereit kerestem fel, mert szerettem volna, hogyha ők is tudnak erről az iskolába érkező kezdeményezésről, és akkor utána átirányítottak közvetlenül az iskola igazgatókhoz. Így egy ilyen kis önkormányzati és oktatási intézménybeli összefogás volt minden településen ez a roadshow, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, és amiben tudtak, segítségünkre voltak már a program előtt is. Sikerült pont három olyan intézményt kiválasztanom egymás utánra, ahol jelenleg nincsen énekzenetanár szakos oktató. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont, ami meg is döbbentett, lévén, hogy itt vagyunk ezekhez a településekhez közel, egy tanárképző intézménnyel, egy egyetemmel, ahol van énekzenetanszék, és mégis a 20-30 percen belül lévő települések, kistelepülések iskoláiban nincsen énekzene szakos tanár. Nagyszerű kezdeményezés, hogy legalább helyi hagyományőrzők, vagy egyéb szakos pedagógusok, akiknek van zenei képzettségük, tartanak énekórát a gyerekeknek, de nincsen szakos képzett énekzene tanár három településen, a négyből, ahol jártunk. Az előérzetem az volt, hogy, tehát az agyamban az volt, hogy vajon mi lesz, vajon hogy viselkednek, vajon kifütyülnek-e, vajon tapsolnak-e, tehát ezek foglalkoztattak ugye egy gyakorlott művész, de valahol belül olyan nyugodtan mentem neki az egésznek, mert ez egy küldetés, tehát nem tudom másképp fogalmazni. Számítottam rá, hogy a zenei időutazásunk a gyerekek részére úgy körülbelül az 1990-es évektől lesz leginkább érdekfeszítő. Ez így is volt, de ez így van rendjén. Ezeken a kis településeken szinte teljesen érintetlenek a régi zene világát tekintve a gyerekek. Könyvekből tanulnak, illetve hogyha van némi zenehallgatási tananyaghoz kapcsolódó egy-egy CD, az úgy néz ki, hogy egy tanévre van rajta mondjuk 26 zenemű, ami rettentően kevés, ennyit hallanak a gyerekek egy osztály elvégzése alatt, tehát szinte semmilyen inger nem éri őket a régi zenével kapcsolatosan. Ezért igyekeztem nagyon-nagyon összetett ingerekkel a gyerekeket megfogni, hiszen őket leginkább ma így lehet lekötni, hogyha az összes érzékszervükre hatunk egyszerre. Ezért egy PPT-t készítettünk, amiben voltak beágyazott videók szükség szerint, hogy egy kicsikét jobban lekössük a figyelmüket, illetve interaktív volt az óra, nem frontális osztálymunkát végeztünk, így cselekvésre bírtuk a gyerekeket, felismerésre, gondolkodásra, és közben pedig belecsempésztük azt a rengeteg régi zenét. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindig minden gyereket mindennel meg lehet fogni, csak meg kell találni az odavezető utat. Ha minél többen vagyunk, akik ezt hirdetjük, csináljuk, tanítjuk, énekeljük, játszuk,
Tehát akik elszántan foglalkozunk a zenével, és ezt próbáljuk továbbadni valamilyen módon a tanítással, bármilyen módon, ez ugye legyen szereplés is, az mindenképpen hasznos nekik. Ugye a mai gyerekek azért nem jellemzően ebben élnek, és nem jellemzően ezt szeretik igazán, ezt a műfajt. De hát ugye azért említsük meg, hogy nem csak komoly zene volt, zömmel komoly zene, de azért film betétdalokat is énekeltünk. Hát, tehát Szilvivel úgy szedtük össze ezt az anyagot, ugye ő pályázott, de a szakmai részét együtt készítettük, hogy legyen közismert, gyerekek számára érthető, slágerszerű, ezeket mind figyelembe kell venni, és mégis építő és nevelő szándékú. Tehát rendkívül fontos, mindegy, hogy ki végzi, mi ezt missziónak azt gondolom, hogy ezt folytatni fogjuk, más mindig más programot találunk ki, vagy más korról fogunk beszélni, előadást tartani, de én úgy gondolom, hogy bárki csinál ilyet kollégák közül, az mindenképpen hasznos. Ezeknek a gyerekeknek Ez egy óriási élmény. Mindenféleképpen szeretném folytatni ezt a kezdeményezést. Eger környékén nagyon sok kis település van, ahol kisebb intézmények, kisiskolák találhatók, és nincs a településen mondjuk zeneiskola, vagy valamiféle olyan zenei együttes, amin keresztül a gyerekek ezeket az élőzenei élményeket megtapasztalhatják. Természetesen az énekórákon egy olyan énektanár mellett, aki interaktívabb, aki zongorázik, aki énekeltet, tapasztalhatnak ilyet a gyerekek. Tehát a kollégák a saját kapacitásukat figyelembe véve nyilván ezt, amit tudnak, megteszik. De heti egyszer 45 percben azért tudjuk, hogy nagyon-nagyon nehéz megváltoztatni akár egy nézőpontot, főleg egy gyereknél, akinek a rendszeres benyomás az, ami leginkább hatást tud elérni. Úgyhogy én mindenféleképpen szeretném folytatni ezt a küldetést, és azt sem zárom ki, hogy ahol már voltunk, oda is visszatérjünk, ha pályázat, ha az időnk, ha az energiánk engedi, akár minden tanévben. Alleluia.